A 7000 éves kerámia múlt a büszkélkedő hódmezővásárhelyen, a majolika gyár és a népi fazekasság is meghatározó volt, de a város 18 évvel ezelőtt új útra tért, mégpedig a modern művészi kerámiák megalkotására. Idézte fel a kerámia szimpózium indulását Almás István polgármester. 18 alkalom, úgy érzem, hogy nagykorúvá vált a kerámia szimpózium, és ebből is látszik, hogy hódmezővásárhely egy hagyomány ápoló, egy hagyománytő, továbbörökítő, és természetesen művészetkedvelő város. Mától 20 keramikus művész kapott lehetőséget arra, hogy a város kerámiával foglalkozó gyáraiban kísérletezzen az anyagokkal. Nem az a cél, hogy a hagyományokat a kortárs művészek folytassák, hanem hogy a itt lévő gyáraknak a anyagát, gazdagságát, technológiai sokféleségét használjuk föl, mindenki építse be a saját technológiai és művészeti kultúrájába. A vásárhelyi kerámia szimpózium egyik nagy motorja Schleifer Ervin volt. Az általa alapított gyárat 2004-ben egy francia cégcsoport vásárolta meg, de a vezetés számára azóta is létfontosságú a művészek támogatása. Az ipar és a művészet ugyanis hatnak egymásra. Az általános anyagokon kívül tudunk olyan anyagokat biztosítani, amelyek csak az iparban ismeretesek, a képzőművészetben nem nagyon, ezért olyan lehetőségeket tudunk ajánlani, amit én azt gondolom a többi kolléga nem tud megtapasztalni, talán sem itt, sem külföldön. A nemzetközivé vált kezdeményezésnek idén török, szlovák, cseh, francia és amerikai résztvevője is van. Formanek Zsuzsai, San Paulo és a Budai Rajziskola után jutott el Hódmezővásárhelyre. Ezek a gyárlátogatások, ezek annyira inspiratívak, hogy én azt gondolom, nem is érdemes feltétlenül tervekkel érkezni, mert az a spontán reakciója az ember gondolkodásának vagy érzelemvilágának, amikor látja, hogy milyen technológiákkal, milyen anyagokkal dolgoznak, az biztos, hogy mindenkire hihetetlen erővel hat. A 18. kerámia szimpózium az Európa közepe címet kapta. A téma feldolgozására a résztvevőknek 6 hetük van.